Jó estét, kívánok, feke pál a vendége. Hát mindenki ismeri. Szerintem azt is tudják, én azért elhűltem, amikor olvastam, hogy több mint 70 nőzik el szerep, meg hogy másod éves korában már hallgatózta az István a királyt, mert az volt otthon Bakelit lemezen, és akkor ráénekelt, meg mozgott, meg mindenféle kunstakat csinált, tehát ilyen őrülten színész akart lenni már pöttöm korától. Aztán most már van egy cége is, úgyhogy már főnök úr keményen, tehát hogy, hogy, és azt mondja, hogy már a munkája fele, legalább ez a húde főnökség, úgyhogy figyelj ide Pali, én azt baromira megnézném. Ja, mert arra adsz, azt mondod valahol, hogy te azt az oldaladat szeretnéd megmutatni, hogy te nem pál vagy, Pali. Tehát, mert hogy a kedves, aranyos, humoros. Úgyhogy, mert ez egy Jézus Krisztus szuperztárban nem mindig derül hogy mennyire. Jobb esetben. Volt már olyan, hogy igen, mert volt valami baki, vagy valami Hát te tudod, ez a, a színházban annyiféle dili, dili van, és az egész életünket átjárja egyrészt az, hogy a humor. Aha. És engem igazándiból, amikor egy előadást csinálunk, akkor, akkor túl azon, hogy nyilván egy nagyon fegyelmezett a musical, pláne az a színház nyilván egy nagyon fegyelmezett műfaj, legalábbis nagyon figyelni hát, kell. Mindenre, mindennek ilyen takra, mindennek takra kell pontosnak menni. kell mennie. De nyilvánvalóan a, a társulatot, a csapatot, hiszen a csapat játi, csapat munka a színház. Azt az mégiscsak a humor kovácsolja össze. Azért nagyon-nagyon nagyon sokszor a büfében, amikor kicsit lelazulunk, együtt vagyunk, és hát azért rengeteg humoros történetem van a nagy drámai vannak a próba folyamatainak. Mondja is. Hát, Például a Madásban játszottuk a szuperztárt, a Jézus az a szupersztárt, és a nagy Sanyi bejött hozzám az öltözőbe. És az első öltözéses próba volt, és ágyék kötőben még nem volt világítás, hát én föl volt tolva az összes lámpa. Ilyen az első próbákon ugye még nincs világítás. Aha és bejött a Sanyihoz, ami Palcsi figyei fantasztikus a szirtes a nézőtéren. Azt mondja, figyelj, annyira hiteles Jézus vagy, hogy a szirtes a nézőtéren, amikor meglátotta a kereszten ágyékötőbe, azt mondta, hogy Jézusom. <hállás> Nekem ugye ez a fogyókúra meg, ez, ez egy örök örök, 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 dolog az életemben. És annyi ez, ez, de hát még tudok mesélni számtalan ilyet, ami, ami, a humorról szól. Igen, miközben a műzikelek jó része az ilyen, hú, de hősi, izé, ki a hangod, és te vagy a nagy, mondjuk Jézus Krisztus, Igaz, érted? És abban a, a egyet. Tehát én a Dorával voltam például így, hogy egyszer egy ilyen pódium beszélgetést csináltam ö, ö, vele, és, és szanaszét rögtem magam. És már olyan humor, ez idáig hol Hát azt mondjam, elben nem nagyon lehet. <laughs> igen, igen, igen. Hát de de, de közben <laughs> meg az életünk ez. Tehát én, én azt hiszem, hogy amikor egy, egy csapat összekerül, és egy csapat együtt elkezd dolgozni, akkor egy, egy jó előadásnak a szíve és a lelke az abban is van, nem csak abban, hogy van egy jó rendező és egy jó kreatív csapat, hanem abban is van, hogy, hogy mi csapatként hogyan működünk együtt. Szóval lehet itt ezt úgy csinálni, hogy azt se tudjuk egymásról kikicsoda, Azért ennek a szívelelke akkor van, amikor mi, mi együtt, azért valamilyen formában együtt lélegzünk, és és hozunk létre valamit. Tehát egy jó, tragikus dolgot agyon viccelődve próbáltak. Kis, ne, nyilván nem, nyilván nem, de pont a széltestelárul mondta, hogy mindennel lehet viccelni a próbákon, kivéve a szöveggel, mert az benne marad az emberbe, és tényleg az van, hogy amikor a szöveget írjuk át, és azzal viccelődünk, az nem jó, mert az a, a száz előadás múlva is ott van bennünk, hogy. ú. Uh, volt mér... már olyan, hogy beköpted egy viccetet, hát, mér, Én nem, a... de volt kollégám, emlékszem, ma nem prompontos, hogy hol, de emlékszem, hogy hülyéskedtünk, hülyéskedtünk addig, amíg bejött a színpad, és elmondta ugyanazt, amit a büfében, de hát az vállalhatatlan volt. <laughs> a nézők szerintem nem is hitték el, hogy a hangzik el. Úgy, igen. Na, mesélj el nekem, hogy nézett ki, amikor két éves korodban, mert nyilván hajszál pontosan emlékszel rá. <laughs> Meg a szülők elmesélték, Ön mit nem adnék, ha láthatnám igen. egyébként. Szóval, hogy, hogy, hogy te ott a márákat te az István királyra. Igen, én egy újpesti kisgyerek, kisrác vagyok, anyukám tanítónéni, apukám mérnök ember volt, sajnos ő már, ő már nincs közöttünk. És beteg é is volt egy jó ideig. Beteg ugye? is volt, igen, igen. Egy hát nyolc évvel ezelőtt mentő el, és, és nagyon büszkék voltak rám. Tehát én egy teljesen átlagos, normál családból jövök, ahol, ahol újpesti kertvárosban volt egy kis családi házunk, és én ott nőttem föl, a nagymamámnak a szobájából leválasztottak nekem egy szekrényjel egy ilyen kis részt, és gyakorlatilag én ott, ott, ott éltem. Tehát hmm. egy teljesen normál normális átlagos kis családból jövök. És hát ott elkezd, elkezdődött, hogy, hogy én, én, engem iszatosan a zene érdekelt. És ugye megvolt volt Bakarit lemezen, amit mondtál, a Jézus Krisztus szupersztár, az István a király, és ezeket én oda vissza elkezdtem dudolászni, aztán színházzal alakítva a szobát, színházat játszottam, de ugye füstgép volt, mint, minden mindent megcsináltam. Ez a vasaló volt. De vasaló ha volt, ha volt ha ha a vasaló volt. Tudom, a az hogy kell azzal, hogy akkor... Hát az, az semmi, csak tudod a gőz funkciót, Ja, 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 hogy ezt nyomkodtad, és akkor már is füstgép. Tehát, igen, mert ugye itt volt a függöny, és itt volt a vasaló, és Aha. én hogy a néző a néző, hát most a néző anyukám, apukám és a nagymamám, meg az Eszti néni. Eszti néni, Akinek a jegyet én megírtam, én perforáltam biztosított tűvel, tehát hogy előjukasztottam, hogy aztán én, mint jegyszedő, le tudjam tépni, mert én voltam az is. Egy személyes színház. Úgyhogy hát így kezdődött. De azért nem két, ez nem két éves korodban nem, volt. Nem, nem, Voltál nem, már magyar és nem nem, nem? nem, ez már tizenes. Tizenegy, tizen, 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 kettő, három, négy, és akkor gyakorlatilag ezzel kezdődött az, hogy az ember elkezdett érdeklődni. Az imádtam, tudod azt, hogy a musical, az pedig akkor még a musical nem volt ilyen polcon. Tehát a musical, a zenés színház, az abban a korszakban, amikor én tizenéves voltam, még egy nem igazán nagyon népszerű műfaj volt, ott volt már az István a király, ott voltak a tolcsvai művek, a kocsák művek, nagyon sok műzikel presszer művek, de igazán Dibos Szörényi Levente természetesen az István a királyjal és a rockoperákkal, de, de akkor még azért annak a szele volt rajtunk, vagy a zenés színházon, hogy a, a, rock énekesek énekelnek és játszanak szerepeket, és a rock opera, mint műfaj így került be ugye Magyarországra. És a, és Igen, tehát nem szín, tehát nem könyvelték el színészeknek. Nem könyvelték el, ez azokat, egy örök küzdelem, rock, ugye igen, mai napig, taján, mai napig. Ma, ma már talán annyira nem, de, de, de emlékszem, hogy ez akkor nagyon nagy, nagyon nagy dilemma volt, hogy hát ez nem, nem tartották igazán komoly műfajnak ezt a, ezt a musical. Mi az, a musical? Oké, okay, most ott táncolgatnak, meg énekelnek, na de oké, okay, tudnak színészhez? Azért, azért az mai napig van, hogy mondjuk filmbe például nem nagyon hívnak. Nem, nem nagyon. Musical vagy operett színésznek. Nem, nem, nem. Ugye, de ugye? Nyilván, nyilván, nyilván rajta marad az emberen az, hogy zenés darabokat játszik, pedig ha most neked nem kell mondanom, aki, aki jobban nem tudja senki a budapesti lett, tehát hogy milyen előadások mennek, egy-egy musical alakításban és prózai mélységében ugyanaz a, a, tudás igényli a dolog adott esetben, mint egy, mint egy prózai előadás. Most az, hogy valakihez képest jó vagy rossz, ez egy másik kérdés, de meg hogy melyikbe vagyunk jók és melyikbe vagyunk kevésbé jók, de alapvetően a musicalben ugyanolyan színészi kvalitás kell, csak baromi jól kell tudni énekelni mellette. És én azt meg elvileg még táncolni. Meg mondjuk bizonyos darabokban még táncolni. És tehát, Tudod, tehát, ez a szétes tanár úr örök mondása, én már sokat szorra mondom, de azt hiszem nagy igazság alapja van. Műzikelhez kell tudni énekelni, táncolni, játszani ebből általában legalább egyet meg kell bocsájtani a színésznek. Van az úgy, hogy kettőt, Igen. hát ha hármat, akkor Igen. az már elég nagy én, 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 mindig azt mondom egyébként, hogy nagyon nagy, nagyon különleges helyzetben vagyunk itt Magyarországon, mert ha belegondolunk, akkor, akkor a külföldi, akár már itt Ausztriában vagy Németországban, egy, -egy castingon, egy musical castingon a világ minden tájáról jönnek énekesek, színészek. Tehát egy castingon több ezren vannak, ausztrálok, kínaiak, törökök, görögök, Németek, osztrák, de rengetegen még itt Magyarországon a nyelvnek a, a specialitása miatt nyilván mi bi kvázi biztonságban vagyunk, hiszen nem nem jön azért be az utcáról percenként valaki, aki százszor jobb a egyiknél, meg a másikunknál. Jó, de ott kevésbé is bocsátják meg, ha valaki a háromból egyet. nem. Ott tud. nem is lehet nem tudni azt, a háromból azt, egyet. Azt mondom. Viszont cserébe itt megnálunk. Igen, nagy színészek is föllépnek nyőzikelekbe, akik talán ott kinten nyugaton abszolút. abszolút. kevésbé. Aki lehet, hogy nem tud táncolni, lehet, hogy énekelni se, de akkora nagy fazon. Hát mondjuk a ah, Hauman ilyen volt ugye Úrista, a, jaj, a egy -egy, most, most, pont egy olyat mondtál nekem a Hauman, aki, aki az, a, a, legnagyobb szívfájdalmam az életemben az, hogy vele nem találkozhattam és nem játszhattam együtt. Nagy Sanyi barátomra mindig irigykedve gondolok, amikor a producerekben, a Madácsban ő a Péterrel játszhatott, úgyhogy nekem a Gálvölgyivel Gálvölgyi, fantasztikus ikonok, csak ugye János Igen. itt van közöttünk, szerencsére, hála Istennek, ha Péter ugye elment, és nekem mindig meghalom Hauman Pétert, nekem ő egyébként pont, most pont azt mondta, nem beszéltük meg, pont azt a nevet mondtad, aki nekem a, a non plus ultra. Tehát, tehát a Hauman Péter, mint színész, mint, mint ön, önazonosság, mint, mint, hivatás, mint egyszerűen, egyszerűen fantasztikus művész volt. Te szoktál arról beszélni, hogy ugye láttad a macskákat valami ilyen, Igen. ilyen középiskás akkor Hauman, elsősorból, és hogy az hú, micsoda élmény volt. volt, Hauman volt? persze, Paudics Béla, Szerenyei Béla, Hüvös Völgyi Ó, úristen, hát fantasztikus, fantasztikus, Almási Éva, fantasztikus élmény volt, az a szállt, szállt rám a száraz jég, és a, ami ott a meg nehéz a, a, a por, <laughs> igen, de szállt, és, és, akkor ott valami ott bennem úgy megpecsételődött, tehát tulajdonképpen a, a kis színházból és a gőzölös vasaló után a macskák volt az első olyan élményem, ami, amitől úgy elájult hogy ez a, ez a, musical, ez a színház, hogy világítanak a lámpák, forogat, díszlet. Én imádom ennek mindenét, nem csak azt, hogy énekelni kell, meg, meg van egy előadás, hanem úgy, úgy mindenét imádom, a szenikát, a díszleteket. Ugye beszélgettünk Kentaurról, aki az ország itt legjobb. Előtte, előtte beszéltünk, előtte igen, előtte. Egy, amikor találkoztunk most egy mondatot, hogy mennyire fontos egy musicalben a díszlet, hogy ott a Kenta úr például, aki egy fantasztikus alkotó és, és a legjobbak között van a dobogott csúcsán, és mennyire fontos. Nemzetközi viszonylatban ne, hát is Természetes, egyetlen. természetes. Tehát én, én meghallom az ő nevét, meg a bármilyen munkáját látom akár Magyarországon, akár Európa szerte azért az ember csak csak azt tudja mondani, hogy bocsátot kérek. Fantasztikus. Te egy színházrajongó vagy ahogy én tűnik abszolút, nekem. igen. Meg, mi, meg... Nem minden színész szokott az lenni, sőt. Figyelj, én először is kezdjük azzal, hogy én nagyon szeretem, becsülöm, nem Dumából becsülöm, hanem én tényleg becsülöm, szeretem a kollégáimat. Soha életemben nem voltam egy ilyen féltékenkedő típus, hogy ó, a fenében mérő kapta meg a szerepet. Mondjuk, ha ma ülünk itt az asztalon, akkor büszkén és mondhatom azt, hogy hála Istennek nyilván a pályám annyira sokféle szerepet adott eddig, hogy nekem nyilván nem volt arra okom feltétlen, hogy én, én irigykedjek, mert én nem kaptam meg. Mert tényleg amit, igazán, amit szerettem volna, amilyen szerepeket szerettem volna kisrácként ott a szobában majd egyszer elénekelni, eljátszani, azok megvoltak. De ez igaz, tényleg ez a több, mint 70. Több. És szerintem most már most az gondolkoztam pont, hogy lehet, hogy picit több is már. Több Na, is. Sorolt. Igen, a múltkor pont elkezdtem összeadni. Igen, visszamentem, igen, 98-ban, 96-ban a kis gyufárus lány című darabban, a Rutkai Éva színházban léptem először egy kis színpadra. Utána... Hány évesen? 17-16, 15-16-17. És akkor utána jött a fiatalok színháza. a gyerekeknek szóló. Gyerekeknek szóló, kis, kis, el, kis igen. zenés darab volt, egy... Abba abban kis csoportos szereplő És voltam. És abban hogy kerültél? Volt egy meghallgatás, amit ott a nagy Mikiék, Isten nyugosztalja, aki már nincs közöttünk, ők csinálták ezt a Rutka Éva színházat, ami a Rákóczi úton egy harmadik, negyedik emeleti házban volt kialakítva. Ez egy ilyen százan fértek be, egy kis kamara színház, de különleges hely, 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 helyiség volt, kis műhely volt, kis színházi műhely. Oda bekerültem, és akkor én kis csoportos szereplő lettem az egyik darabba, és utána jött 98-ban a... Az első nagy meghallgatás tulajdonképpen a Katona Dolog című musical, ami szikora Robi Szomor Gyuri Szurdi Miklós darabja volt, és ezt a fiatalok színházában a Honvédség művelődési Házában mutatták be. Elmentem a meghallgatásra, énekeltem azt hiszem a Gecsemáni Áriát a Jézus Krisztus, a Superstarból, és bekerültem egy ilyen picike kis prózai szerepre egyébként. Ez volt 98-ban. Na most onnantól, ha elkezdem végignézni, hogy mik voltak, akkor az Há nem, hát nem, most már 25 év azért ez. Hát 22 éves ez szegedi nagy szabadtéri színpad, már a Jézus igen, Krisztus. Igen, Ezzel csak csörgött a telefonom a venyiges annyi Alex, aki most a Veres Egyházán csinálja a Mézesföldi nyarat, fantasztikus nagy... Nagyon produkció. lelkes ember ő is. Nagyon lelkes, valami... és ráadásul nagyon komolyan csinálja, hogy De... látom, tehát a Mézesföldi nyár itt, 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 a agglomerációban egy nagyon, nagyon sokféle műfajt átölelő nyári fesztivál. És meg a Molnár Laci, akik a Musical Színháznak akkor a vezetői voltak, ők fölhívtak, hogy Palikám, figyelj, de mit szólna, ha te lennél a Jézus a, a, Szegedi Domtéren. Akkor én már voltam az előadásban Annás főpap, és, és akkor megkértek, hogy miért mondom, ne vicceljetek, hát öremeget kezem lábam, amikor meghalottam, hogy ezt el kéne játszani. Hát ezt idősebbek szokták. Hát sokkal, hát sokkal. Hát én, én nekem minden a belegondolok, a Zsambázsán, a Nyomorultakban, Kecskeméten, az István a királyban, a Koppány, az István utána, mind, de most az összes többi szerep is, amíg a amikor Gödöllön a Valahol Európában játszottam a hosszú szerepet, azt is, nem tudom, 18 éves voltam, nem 30, amennyi, am, amikor általában szokták, vagy mit 20 Úgyhogy, úgyhogy igen. És egyébként az... És mit az... mondtak, hogy miért? miért kéne nekem? Igen, lehet, hogy ugyanazt mondtad, mint a szértes, hogy Jézus, Igen, Jézus. Mária, te Akkor egyébként közölték velem a laciék, hogy mindenképpen kellene fogyni, pedig akkor nem voltam egy ilyen nagyon duci fiú, és akkor is mondták nekem, hogy fali kicsit azért létsz, és rá, a szerepre, ez nagyon néz. Ő engem szerettek volna, nagyon örültem neki, előtt a Szomor Gyuri játszotta, a Szegeden ő ezt nem csinálta már, és ott voltam nekik én, és bíztak bennem, úgy érezték, hogy én ezt meg tudom csinálni, én meg megpróbáltam ezt a tudásom szerint. Ugye én sose tanultam ezt a hivatást, én sose jártam semmilyen Gornagy Mária színétadában jártam pár évig, mert ugye a Szurdi mikékkel ők annak idején össze voltak így forva, igen, mert igen. akik ott növendékek voltak, ők játszottak a darabokban. És, és Rendezett nekem... is például egy hert, ha, te is Én voltam, voltam a Claude, Claude annak idején, vagy a katonaz. Székesfehérváron. Székesfehérváron, Láttam igen? is. Tényleg? Azt képzeld el. Nem voltam tőle <laughs> <laughs> nekem, nekem nagyon sok olyan dolog van, nyilván te színikritikusként is, ugye máshogyan éled <laughs> meg ezeket a darabokat, máshogy látod, de nekem például a her, az, a múltam miatt, a kezdetek miatt egy óriási emlék. Tehát az, hogy ott a kollégákkal, német atillávak, Szantusz Barbara, akkor ott együtt. Tudod, mi bajom volt vele? Igen. Hogy Így nekem... emlékszel rá? Igen. Hogy nekem a... Igen, mert írtam is róla, és úgy nagyon. És tudom, hogy egy, egy lány vitt le, és azt teljesen ki volt akadva, hogy ez rémes, hogy, a, hogy, a, hogy azért, mert a her az egy lázadás, az egy forradalom, az egy fészt, az olyan kócos, mint most én. Tehát a, a, tehát hogy mondjam. És én azt éreztem, hogy egy becsületes, rendes kis profi, bérletes előadás, aminek sikere van, meg minden, de nem borítja fel a házat. Nem borítja. És azt éreztem, hogy a hernek ez a dolga. Hogy, hogy jobban, jobban, jobban fel kellett volna turbozni hát az embert, ég, a nézőt. Hát, Felháborítónak, hát ezt annak idején, Igen. amikor bemutatták, hát botrány volt Igen, belőle. Igen, Igen. Na most azt éreztem, hogy itt botrány, be nem vállal senki. <laughs> Lehet, lehetséges. Ez az az igazság, 20, 22 éves voltam, azt hiszem 23, nekem tudod teljesen hát nyilván, más, ugyan, hát más, egy főszerepet a Herbe. Mások, hát, mások nekem a Surdi Miki akkor egy nagyon, nagyon Igen. nagy mentorom volt, és igazándiból én ezt nem is tudom innen nézni, nyilván neked teljesen Igen. más onnan nézni, meg hát akkor ugye rengeteg a diótörő és Egér király című musicaltől kezdve nagyon sok előadást csináltunk ott együtt Székesfehérváron is. Képzeld el, hogy egyébként a akkor még a világítás tervezését is ezeknek én csináltam. Ne de a, hernek is azt hiszem, a diótörőnek, meg még egy-két előadásnak. És hogy, hogy Én nem tudom. Otthonról, a vasalóból meg volt. De tényleg, de igen? tényleg, tényleg. Egyszer, egyszer, imádtam, érdekelt, hogy hogyan működnék a, a, technika, hát akkor még nem volt annyi intelligens lámpa, meg ennyire fejlett a technika nyilván. De imádtam. Az intelligens lámpa, aki nem tudná, melyik mozog. Ami mozog, tehát és, és ma már... tehát nem kell mögötte úgynevezett fejgépes. A, hát... fejgép a, a az az volt, ugye Ja áll vagy ül van, manus, és Ki amikor te az én de, téged. de, gondolj, gondoljunk de most bele. már ez megy automatikával. Hát most gondoljunk bele, vagy a kedves nézők gondoljanak bele, akik színházba járnak, hogy egy-egy előadás, amit most megnéznek, mondjuk a Madásba, vagy az Operetbe, vagy bárhol Budapesten, a nagyobb színházakban, már nyilván ez már egyértelmű, ott minden automatizálva van. Régen, nem, nem hogy régen, 15 évvel ezelőtt még gyakorlatilag egy egész napot egy több műszaki ember azon dolgozott, hogy az összes lámpát átállítsa, átpozicionálja a következő előadásra. Mert ugye mi, nem, mi színházakként működünk Budapesten, tehát minden, szinte minden este másik előadás van. Tehát fantasztikus, hogy a technika hova jutott. Ennek van egy hátulütője, hogyha egyszer viszont ez lefagy, akkor, kész. akkor ugye az operáz fantomjának a madácsziázi premierjén, nem tudom, Valamit mondtam. hallottam, igen. igen. Hogy... Hát ment, ment egy ideig az első felvonás, majd egyszerre csak kiállt a két darabbeli színház igazgató, azt hittük, hogy benne van először Igen. a darab. Darabban, hogy hát sajnos technika üzé, a közönséget, kaptunk ingyen pesgőt, <laughs> és, akkor, és akkor tehát ilyen van a legutóbb, ott először fordult elő, azt nem tudom, hogy a vadácsban volt-e, még talán nem, hát az örkény Színházban volt, ott haza is kellett küldeni a közönséget. Tehát van, ennek van egy hátultja, hogy minden pikpak megy, de ha egyszer leáll az ez így van, azt ez így van Ez így van, igen, de hozzáteszem, hogy azért, aki a, a, te is nyilván látod a világ musical játszási rendjét, látod, hogy mik a trendek. Azért, azért ma már a musical elválasztatatlan része a technikai bravúr. Igen. Tehát Londonban az ember kimegy színházba, akkor egy-egy musical előadásnál elképesztő, hogy az utolsó három percben is, amikor már azt hiszi az ember, hogy vége az előadásnak, még ott is jön egy olyan technikai bravúr, úgy jön le egy díszletelem, úgy jön ki a színpadból. Ügyek, Ugye például én nekem, mert csak azért beszél, mert beszélgetünk itt mindenről, ez nagyon jól esik egyébként, hogy ilyen sok mindenről itt tudunk beszélgetni most, hogy például kint Londonban, ugye ráépítik a színházakat. Hát emlékszem most itt... Játsz... Egy, produkcióra Egy produkcióra, és akkor hát az megy ott mondjuk operász már felhoztuk példát, 35 éve megy, minden héten 8-szor. Minden héten 8 -szor. Azt hiszem, tehát most veszik le. Nem? Most talán azt leveszik igen. Azt hiszem, igen. Azt hiszem de 35 igen. vagy 40 év. Na most uh, fantasztikus. Jó, mit akarsz az egérfogó, még régebben megy? Még a, hát, az pedig van, az igen, az próza, hát. Igen, az, az próza. Ágáta Krisz, most néztem pont a, a Londonban, mert ott sétálgattunk, és, és a kedvesemmel, most amikor kim voltunk színházat nézni, és ott, ott néztük, hogy úr is az is nem tudom hány éve, 50-60 éve megy, vagy. nem Hát igen, az úgy már, amikor megszülettem, azt hiszem, akkor azt is tudod. Mondjuk én láttam. Elég rossz. Volt, mert nyilván az, van, hát most képzeld el, az ki az, aki a 25-ed leg ezredik szériába beáll, az már nyilván nem olyan jó színész. Ez az elején valószínű, hogy barom jó volt. Most meg mindenki elmegy mondom, hogy mi az Isten megy itt ennyi ideje, és megnézi. De hát ez már nem tudom hányadik széria, hát nem, nekem nem tetszett. Igen, Na. már, igen. De, de, de tulajdonképpen fantasztikus, és azt akartam neked elmondani, hogy itt voltak, például csináltuk az apácasót az operett színházban, meg Szegeden, meg mindenhol. Az hall. milyen jó volt, azt meg nagyobb írtam. Na, ezt én is imádtam, Na. imádtam, a loser render voltam benne. Na, abban lehetett, hol marad. Na, abba lehetett. Na, bale. Hát éppen a Vajkal, a Vajkféle darab, darabokban kezdtem el én olyan szerepeket játszani, amik, amik sőt, ő fedezte föl bennem azt a színházi vonalon, hogy, 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 hogy játszak olyan humorosabb szerepeket is. Ugye kezdődött a Tied a világgal, a játékszínben, ami az illésdalokról szólt, Illés dalok voltak az alapja, és írta a Vajk belőle. Egy... Azt egy... aztán valahol vidéken véletlenül még meg is rendezted. É, igen, hát a Vajk rendezését állítottam én színpadra, már több helyen is, úgyhogy, úgyhogy igen. Úgyhogy igazándiból ezeket jött az apáccasok. Ez serek. egy ilyen illésműzikel. Egy éles illésműzikel, illés de imádtuk, imádjuk nagyon-nagyon uh -huh. nagyon jó. Úgyhogy, hát igen, igen, a humor az, az, az nem, csak, nem csak így a, a hétköznapokban nekem nagyon fontos, hanem, hanem imádom, hogy most már ilyen darabokat is játszom. Nekem ez egy, hogy mondjam, neked, nem tudom, mit jelent a jutalom játék másnak, nekem azt jelenti, amit minden nap csinálok, mert én az szerintem egy színésznek, egy énekesnek, hogy szinte minden este más műfaj, más típusú musicalben léphet színpadra, ez egy csoda. Tehát, hogy az egyik nap egy drámai nyomorultak Zsaver a madácsba, utána egy valami bűzlik a József Attila színházban, ami egy Broadway, ilyen nagyon különleges humorú musical, utána egy macskafogó, utána egy, nem tudom, egy István a király, tehát nagyon, imádom az életemet ilyen szempontból, tehát, hogy, ennyire, ennyire sok Tudod, mi az eredeti utalomjáték? Mit? Amikor a színész megkapja a teljes aznapi gázsit. De tényleg, ez eredendően így Ebből indult a szó. Ez eredendően így volt, és ezt képzeld el, hogy Felkai Eszter, aki egy kiváló színész, csak kevesen tudják, mert ugye Békés Csaván játszott, és nyolc évig már nem is játszott, és a macska játék főszerepére vissza állították, akkor neki rendeztek ott egy ilyen juttalomjátékot, és tényleg megkapta. Szenzációs. És tényleg megkapta Szenzációs. az egész. Tehát az eredet, ez egész köszönöm, úgyhogy egy ilyen remék hajtsága. <laughs> jó, <szíves>. jó, jó, jó. <laughs> úgyhogy, na... És akkor van neked egy tévés karriered, amiről még idáig nem is dumáltunk, és nyilván akarod, nem akarod, azt ismerik belőled a legtöbben, nem? Ma ez Tehát... egy érdekes. Képzeld el, hogy az operetben múltkor ment a István, a királyt, abba koppányt játszom a Székely Kriszta rendezésében. miután nyolc különböző produkcióban már voltál István. Voltam István, igen, úgyhogy most, most koppány, és képzeld el, hogy a, a díszítő kollégák a végén van egy rész, ahol felnégyelik a, a koppányt, és jöttem le, már azt nem látja a néző, és egyszer csak az egyik díszítős rács még, még a színpadon álltam tulajdonképpen parókában, amire mondta, hogy Pali, figyelj, fantasztikusat főztél tegnap. <laughs> Akkor ment a konyhafőnök a, a az RTL-en pont. Milyen érdekes ez, hogy az ember nagyon sokféle színházadást csinál, és aztán utána a, 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 nagy közönség miben, miben ismerheti meg. Ugye nekem azért az, a csúcs, a Társulat című műsor 2008-ban. a MTV, az is István a ami, ami, szintén, ami szintén István a király, ugye abban lett a 25 éves jubileumi előadást. De az Ö, kvázi egy verseny is volt, hát egy amit verseny megnyertél. volt. Igen, ami az egy... hogy volt ez a verseny, hogy, hogy többen akartatok Istvánnak lenni? Hát, az tulajdonképpen azért, igen, te a televíziónak, Rostamária producerasszonynak az ötlete volt, hogy szülessen meg egy olyan televíziós show, ami egy, szere, egy darabnak a szerepeire válogat Színészeket. Aha. Tehát tulajdonképpen lehetett rá jelentkezni, az ország minden pontjáról jelentkeztek, vagy már a pályán lévő, vagy a pályán még nem lévő fiatalok, azért, hogy egy-egy szerepet elnyerjenek. És gyakorlatilag 2007-ben kezdődött ez a, ez a sorozat, tehát most már 15 évvel ezelőtt, vagy 16 évvel ezelőtt lassan, és aztán 2008-ban volt a televíziós élő sok minden szombat este, ugye akkor ne felejtsük el, akkor még csak Megasztár volt, tehát akkor még csak a tv 2 ment a Megasztár, még a tehetségkutatók kora, és ez a dömping, ami utána jött, az még nem igazán volt, tehát a, a, a Megasztáron kívül még nem volt. Úgyhogy ezen elindultam, és ugye a 25 éves jubileumma csak ott a volt a sportcsarnokon a fu, hát de a városta Mária nekem a kakasulúra adott jegyet, A majd mond... pukkadtam. Tényleg? Igen, mert hát nem, hát olyan messze van minden ilyen messzeségbe bolhákat, vagy kell kivetítőd nézni, az meg dühít mindig a sportarénában. Ott vagyok, és kiveti nézem, akkor miért nem vagyok otthon, és miért nem nézem a tévében. Teljesen, teljesen egyetértek Igen. ezzel. Nagyon nehéz ügy egyébként, amikor ilyen nagy helyen játszunk zenésrabot, pontos rekket, amikor csináltuk később. Ezt eleve az ott az... Az előbb ott mutattuk az... be, igen. Úgyhogy az aréna, hát gondolj bele, akkor az István a királyból ezzel, Szikora János rendezte ezt az előadást, három teltház volt az arénában, három. Hát ezt gyakorlatilag ma azt mondom, reprodukálni szinte lehetetlen a mai világban már. Tehát akkor olyan nézettsége volt ennek a műsornak, és olyan, ö, olyan, olyan hogy mondjam, egyfolytában mindenki erről beszélt, hogy van az István, jubileum, mi vagyunk, nem tudom. Tehát én ennek nagyon hálás vagyok ennek a műsornak, mert enélkül gyakorlatilag lehet, hogy nem is ülnénk itt. Lennék egy, egy valamilyen musical színész, aki játszik itt, meg ott, meg a de, de szerintem az egész ország, hogy engem megismerhetett, azt én ennek a, ennek a műsornak Ez köszön... baromi Jó volt, amikor egyszer csak mindenki oda ment hozzá, az utcán vagy azért volt egy pont, amikor ide. Képzeld el, hogy azért ide, azért nem, ne, ne. Én most se vagyok az a típus, ugye én, én kinélek Szentendré, egy kicsit a várostól távolabb agglomeráció, és én imádom, hogy beülök az autóba, hazamegyek, és hogy mindenki úgy hajja, hagyjon engem már akkor. Tehát én, én furcsa... Te zavarba jössz? Zavarba vagy? jövök. Idegesít, Tehát... Vagy idegesítve? Képzeld el, egyszer voltam egy nagykövete egy autós márkának, és kaptam egy kábriót. És el voltam egy gyönyörű. Most Csak... akkor találjuk ki, hogy vajon melyik márkának és... voltál nagykövete. Igen. Na, ide, és már régebben volt, és, és nyolc évvel ezelőtt mondjuk, és ültem a kábri, és mindenki nézett, de nem feltétlen azért, mert én, én vagyok, hanem egyáltalán... Ha jó kiül... volt a kocsi. Igen, jó volt a kocsi. Kiül egy a... ilyen jó képzeld el, hogy nem húztam le többet a tetőt. Tehát ez, nem tudom jobban elmondani ennél, hogy én egy kicsit ilyen szempontból egy frusztrált manus vagyok, és zavarba ejt engem az, amikor a magán szférámba, rá pedig milyen ellentmondás ez, tehát ezt most ha nem neke, te ezt átérzed, hiszen színházi ember vagy, hogy milyen furcsa kettősség az életünkben az, hogy egyrészt tapsolnak nekünk a színpadon és siker. És a következő pillanatban arra vágyom, hogy csak mindenki hagy, hagy bújjak el, köszönöm, én megtettem azt, ami az én dolgom. Én ezért figyelek mai napig arra, hogy mennyit engedek a magánéletemből adni. Mert én azt gondolom, hogy ez nem következménye annak, hogy az ember egy musical színész, vagy színész, vagy a nyilvánosság előtt játszik szerepeket. Én nem arattam az életemet gyerekként, hogy én mostantól kezdve a hálószoba ajtómat így kitárom. Abban a pillanatban hogy kertév és műsorokba, azért kicsit igen. Egy Picit igen, de azért Tehát szerintem ott ebben. Ez, ott ez már köré feladat. Igen, de ha de bele. De te is tudod pontosan, szerintem bizonyos szerződéseitbe bele is vették. Be bele van? is vették, igen. De, el, az, el? igen de azért azt szerintem, hogy ezt milyen minőségben és milyen mélységig tesszük, az az, ami egyéni felelősségünk, egyéni dolgunk. Én sokszor lepődök meg kollégáimon, akik bármit odadnának azért, hogy írjanak róluk egy cikket. Én nem. Tehát engem ez így soha nem érdekel. De várja a kabriónál például. Ott, ott szégyelted, de te, aki mindig elmondod, hogy hát szerény körülmények között jöttél, és hogy soha nem szabad elfelejteni, hogy honnan jön az igen, ember. Igen. Netán szégyelted, hogy neked van egy ilyen kocsid, lehet, hogy az is benne volt, hogy hogy vajon mit mondanak, hogy na neki, miből, neki, hogy, 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 hogy ilyen kocsival jár. Nem tudom. De igazándiból inkább csak az, hogy, hogy úgy, úgy szeretek elbújni. Tehát én, én szeretem azt, hogy vége van egy előadásnak, és utána úgy elbújok. Nem tudom ezt neked jobban mondani. Tehát hazamegyek, és én nem az a típus vagyok, aki egyfolytában most, ha belegondolsz, ne, vagy amennyit így mondjuk, ha, ha rólam látsz, akkor azért nem gondolom, hogy az emlékeidben az jut eszedbe rólam, hogy, hogy én idézőjelben letolva a gatyámat minden metodadom a bulvárnak egyfolytába. Mert Nem. azért, mert azért én rólam, én más, lassan két éve vagyok együtt a kedvesemmel, egyetlen egy cikket. Ezért volt címlap. Volt címlap, de az is egy jól meggondolt olyan helyen, ahol én úgy gondoltam, hogy, hogy igenis, legyünk büszkék rá, tudom, hogy érdekli az embereket azt, hogy az emberrel mi van, tessék, itt van, ezek vagyunk mi. De azt is megpróbáltam úgy, hogy, hogy a legmélyebb bugyrokat engedem megmutatni a nézőknek magamból, csak azért a hétköznapokban hagy már el? De ő is közszereplő végül. Ő is közszereplő végül, is, hát igen. Hát ő újságíró, igen, új, új, igen, igen, vagy a tévét talán hát már nem csinálja, de meg most, most, felmondott, most nem? Ott, ott igen, tévénél. igen, de most a Hír dolgozik, műsort vezet, most már sporti híreket, nagyon büszke vagyok rá, úgyhogy ő, 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 nekem ez nagyon érdekes ez, hogy mennyire büszkék vagyunk egymás a, a, a Nórival, mert, mert ez szerintem egy nagyon fontos dolog azért a magánéletben, hogy az ember oké, okay, hogy a színpadon a nézők megtapsolják, de azért az, hogy otthon az ember egy ragyogó szemet lát, és ez viszont így van, mert ez nagyon, 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 boldoggá tesz engem, hogy én tudom, hogy ő a saját szakmájában marha jó. És nem vagyok, nem elfogultságból mondom ezt, biztos nyilván picit elfogult az ember a családjával, meg a szeretteivel, de én tényleg büszke vagyok. De hát. az igaz, hogy te a tévéképen szúrtad ki. Tehát, hogy, hogy hazamentél, fáradt voltál, a képe, itt egy gyönyörű és ismeretlenül írtál neki egy levelet, amire jó hosszú ideig nem válaszolt, és elkámpicsorodtál, ezt olvasom, ezt nyilatkoztad, ez, nincs ez mese. Pont, ez... de voltak közös ismerősök, és mondták, hogy szegény paliot hogy <laughs> ha jár, nem válaszolsz, és aztán egyszerre csak igen. Ez pontosan így volt. Én nekem ilyen az életemben még nem volt, hogy első látásra valakibe beleszeresek ilyen mér mértékig, mint a Nóriba. És képen jön keresztül. És, keresztül, tehát... és keresztül, és utána ö, hosszas irogatás után után gyakorlatilag egy az első randevú. Ez rendezvon... ilyen szabályos levél, vagy e-mail, vagy mi? Volt Na, egy, 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 nagyon, én szerintem egy elegáns levelet írtam, hogy kedves Egy Nóri... rendes postán? <coughs> nem, nem, az, nem, az, nem, az, 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 az egy, nem egyik, már egyik már... ilyen felületen, ilyen internetes ja. felületen, de, de nyilván bizalmas környezetben írtam, és hogy, hogy de jó lenne, ha megismerkedhetnénk egymással, nem tudom, elkezdtem udvarolgatni, aztán hála istennek hetekkel később. Vagy írogattál több levelet, egyikre se válaszolt. Egyikre sem, meg, sem válaszolt. Csak... Egyszer válaszolt egy hetekkel később, és akkor, akkor látta megállítok, mert egy ilyen olyan postaládában ment be a levél, ahol nem látta. Így kezdődött, és, és hát hála most már lassan két éve tart, ami, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon fontos az, hogy az embernek azért a magánélete rendben legyen, és jól legyen, és, én, és a közös, a, a közös büszke, büszkeség az egy őrült fontos és dolog. Ez igaz, hogy az első randi után már kézen fogva két hét múlva meg már összekölt. Tulajdonképpen ez így, ilyen gyorsan, igen. Nem, egy percig, minél megkérdezték tőlem a barátaim, hogy és most, most ez mi ez? azt tudtam csak mondani, hogy nincs kérdés. És ez egy nagyon fontos gondolata az én részemről, hogy nincs bennem, nem volt bennem semmilyen kérdés azzal kapcsolatban, hogy, hogy nekünk közös az útunk, vagy nem közös. És én nagyon remélem, hogy tényleg hosszú, hosszú közös út lesz ez, amit együtt töltünk. És előttem, mert ilyen értelemben azért csak közszereplő volt, hát azt is közzétel kellett tenni, ezt egyre többen csinálják egyébként, hogy, hogy közlik, hogy mi most szétmentünk, ugye az előző, pároddal, Ö, és amúgy erre aztán többet nem akarunk nyilatkozni, de tudatják, hogy elejét vegyék bizonyos mendemondáknak. Én, én Én csak hálával tartozhatok egyébként a Bulvárnak. Ezt komolyan mondom neked. Mert ezt a levelet, amit most mondasz, most már nem tudom, jó pár évvel ezelőtt, amikor ugye ezt kiírtuk, hogy elválnak az útjaink, elváltam, akkor, akkor, akkor olyan szinten tartották tiszteletbe, és én, én hiszem azt, hogy ez azért volt, mert előtte. Az előzmény az életünkben, a, nekem a kapcsolatom a bulvárral, az újságokkal, az újságírókkal, az egy tisztességes viszony. És ezt meghálálja. Tehát én hiszem azt, hogy a fagyi visszanyal. Tehát nem csak akkor kell a bulvárnak örülni, amikor nekem van közlendőm, hanem tisztességesnek kell lenni akkor is, amikor, amikor mondjuk őket érdekli valami, amikor amikor ők szeretnének valamiről írni. És én, én azt gondolom, hogy nekem rendkívül jó a kapcsolatom ilyen szempontból a... a az újságírókkal, azokkal a, azokkal a kollégákkal, akik, akikkel, akikkel, akikkel az elmúlt években dolgoztam. Igen, hát akkor ki kellett ezt írni, nincs más választás, valamilyen formában közölni kell a, 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 nyilvánossággal, kérem szépen, eddig mi egy párt alkottunk, sajnos ez nem így van. Most már tovább így, 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 alakult az életünk. Hát ez most már jó pár éve, úgyhogy én ugye több, több, több év egyedülét után ismerkedtünk meg a Nórival is, az kellett az az idő, hogy ezt az egészet valamilyen formában... Nagyon megviselt? Nagyon megviselt, főleg a kislányomnak a, a, a... Az, hogy nincs velem mindig. Tehát én rengeteget vagyok a kislányommal, erre nagyon büszke vagyok. Mi... De az édesanyjával él. Nem, felesben fel 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 él. Tehát fel fel szinte felesben él, egy picit többet van ott. Uh, uh, tehát én, 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 én igyekeztem olyan, és igyekszem most is olyan édesapa lenni, amiben a Nóris is elképesztő társam és partnerem, hogy, hogy, hogy a Miminek amit csak lehet megadni a kislányomnak, azt megadjuk. És én majdnem fele időben vele vagyok. Én minden egyes dologban, ami a kislánynak az életében fontos, ott vagyok. És én erre nagyon büszke vagyok, és én szeretnék úgy visszanézni egyszer majd, hogy én mindent megtettem. Tehát, tehát én, én elképzelhetetlennek tartottam volna azt, hogy én két hetente lássam a kislányomat. Én belehaltam volna abba. Tehát ez, egy, ez, egy, ez így alakult, így döntöttünk, és szerencsére, szerencsére ez szépen működik, és egy most már öt és fél éves csodálatos kis, kislány, Ez kit... magától értetődő volt, hogy a mamával marad? Hát ugye a mai világban a, a, a rendszer az az, hogy a, a, az édesanyáknak mm -hmm édesanyáknál maradnak a gyerekek. Ugye egy, egy, ha csak az édesanyja és az édesapa nem tudják ezt mm. megbeszélni. Úgyhogy ez egy, ez egy komoly egyeztetés volt, hosszas idő, aztán végül sikerült megbeszélnünk ezt, és, és, és én azt gondolom, hogy egy, egy, kislánynak vagy egy kisfiúnak az apukájára ugyanolyan szüksége van, mint az édesanyjára. Sokat szoktál róla egyébként beszélni. Igen, igen. azt mondod, hogy nem beszélsz a magánéletedről, a kislányadról, aztán hát igen, tehát róla aztán tudjuk, hogy amikor a szabad <laughs> Szabadtérén rádatták a parókát, azt te videótelefonon közvetítettél. Igen. Ú, most ő rá. igen. Pedig abba. nagyon védem őt is, ugye a közösségi nem sok képet rakok ki, próbálom ezt is valamilyen, ne kérdezz, hogy mi, mi alapján, egy belső egyensúlyt próbálok ebbe teremteni, amiben én úgy gondolom, hogy az jó, mindenki, ez egy szubjektív dolog. De igen, hát persze, hát ohatatlan az ember büszke arra, hogy van egy ilyen kis tündéri kislánya, őre mindig vigyázni fogok. Úgyhogy, úgyhogy, a jelen is ilyen szempontból jó, és, és kiegyensúlyozott, ez nagyon fontos nekem a Nórival, az életünk, és, és nyilvánvalóan a múltamat meg nem fogom soha megtagadni, és a kislányom pedig mindig ott lesz az elsők között, és ott van velünk. És gondolom Nórival is akartak. Nem? Hát, hát nagyon remélem, nagyon remélem, hogy az életünk, ha, ha ez a kis közös utazásunk, így szoktuk mondani, ez, ez szépen alakul, akkor biztos vagyok benne, hogy nekünk az életünkben ezt is, ennek is el fog jönni a pillanata. Na, megdumáljátok, hogy mit műveltek a képernyőn, vagy a színházban? Igen. Hát, hogy megbeszélét, hogy, hogy Nóra, hát te most egy kicsit ez volt, az volt, nem, nem voltál egészen hiteles, vagy, vagy fordítva? Igen. És azt kell mondjam, nagyon, nagyon fontos is a véleménye, a Nóri véleménye, a, a, amikor lát engem. Rengeteget segít nekem olyan dolgokban, ami, amihez én nem úgy értek, vagy nem nem úgy kattar rá az agyom, akár a, a, az értékesítésben, ugye az irodámmal kapcsolatos dolgokban nagyon sok nagyon jó meglátása van, nagyon jó véleménye van, nagyon jó tükröt tud nekem állítani, és remélem, hogy most ugyan ő nincs itt, nem tudja ezt, majd mondja el ő rólam, de azért, azért, én is nagyon sokat igyekeztem neki segíteni, amikor a, a képernyőre került, hogy, hogy, hogy a legjobb formájában lehessen, és megkérdezett engem és is. Miben tudtál segíteni? Én azt hiszem, hogy talán abban, hogy, hogy a, a, azzal a kis rutinnal, amivel rendelkezem, az, azt, azt valahogy, valahogy átadni neki, hogy, hogy hogyan köszönünk be, hogyan beszélünk, egy kicsit pregnánsabban mondja mondjuk a szöveget, nem kell kapkodni. Egy nagyon speciális dolgot csinál ő, ugye a hír, hír, olvasás az egy nagyon érdekes és nehéz feladat. Az nem egy olyan dolog, hogy az ember odaül a képernyőn, és hopp, tessék el, elmondjuk a híreket. Ez az egy, az egy nehéz dolog, hogy abból az egyénisége hogy jön át, hogy a, hogy, hogy lesz ő a sok közül egy egy kicsit följebb ragyogó tehetség. És én, én, mérhetetlenül büszke vagyok rá, mert, mert annyira, annyira jó látni, hogy, hogy napról napra fejlődőké, fejlődik, és egyre alázatosabb, és imádják a kollégák, imádják a munkatársai. Én, ezt, én ez, nekem ez nagyon jól esik, nagyon jól esik. mert én is, én nekem is ez nagyon fontos. Tehát fontos, hogy bemegyek egy színházba, és a, a kollégáim szeressenek engem. Tehát nem görcsösen, de szeressenek. Tehát ez, enélkül meghalnék. Tehát ha bemegyek az előadásra, és azt látnám, hogy én ott senki, jó, már megint itt van ez a hülye pali, nagyképű barom, akkor, akkor nem szeretnék, akkor nem szeretnék úgy létezni. Szóval az nekem nagyon rossz lenne. Ez igaz, hogy volt olyan, hogy igen, volt az előadásnál, oda, amit nézett a Nóra, oda mentél hozzá. Remélem tetszett, mert ma csak neked játszani. Hogy kell csak neki játszani? A hát hogy néz ki? Ez egy, ez Miközben egy... kikérem magamnak, hogy e... ott lettem volna, és nekem nem játszott. Ja, ja, ugye, ugye? Utána Na. mi jelenik meg rólam? Na, Na viccet félretéve. Nem, tudom, hogy melyik nagy színésznek volt ez a, ez a helyzete az életében. Azt hiszem, Darvas Iván vagy egy ilyen nagyon nagy legenda, egy nagy ikon, aki bement a színpadra, és széthúzták a függönyt, és a páholyba ült a nem tudom, a margitkája, és kiment állítólag a színpad, de nem tudom, hogy ki volt sajnos. Úgyhogy valaki nézők tudják, írják meg levélbe. bement a színpad, és azért jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm önöket. Ma este margitkának játszom, és függöny. És így kezdődött az előadás. Nem tudom, ez ki volt, és mikor történt, de annyira vicces volt, hogy én ezt így kitaláltam, hogy akkor... Figyelj, világos, de máshogy játszottál ettől? Öm, szerintem, szerintem máshogy nem játszottam, nyilván volt bennem egy bizonyítási vágy, hogy, hogy most azért ő is néz engem. Hát az óhatatlan. Tehát nekünk nyilván a reprodukció művészete, műfaj, amit mi csinálunk. Tehát nekünk nem elég egyszer jónak lenni, nekünk húsz év múlva is jónak kell lenni ugyanabban a darabban. Elmondta pont a Szurdi Miki, amikor már a Hernél mindenki mondta, hogy már megint Hermán, megint. a szóval gyerekek, az a néző, aki ma ül ő először látja tehát ha visszagondolunk a beszélgetésünk elején, hogy hány musical évtizedeket nát megy, de az a néző, aki ma kimegy mondjuk Londonba és megnéz egy előadást, az először látja nagy többségben. Tehát Igen, mert vannak rajongók, mondjuk. Vannak rajongók, de... Producereket Miskolcson most többen tizedszerre nézik, mert egyébként tényleg őrült jó is. Igen, tehát Igen. van ilyen, de a többség tényleg először. De, a ször, de most nyilván Igen. csak az elve, az Igen, elve alapján. Igen. És, és én azt hiszem, hogy, hogy ilyen szempontból nekem, én bennem soha nem volt olyan, hogy valamit úgy eldobok, hogy ma, ma nem tolom úgy. Tehát ha mondjuk nézi a Nóri, vagy nézi egy nekem kedves és fontos ember, mondjuk anyukám, vagy a kislányom, akkor én soha az életben olyan nem volt, hogy akkor én sokkal jobb vagyok, vagy más vagyok, olyan vagyok, ami a csövön kifér, de én minden este megpróbálok olyan lenni, ami ahogy a csövön kifér. Van, hogy sikerül, van, hogy nem. Na, akkor beszéljünk egy kicsit a tévébulikról. Igen. Ugye, hát a legemblematikusabb a kalózegér, egér ugye á, állarcos énekes, az rád éget, tehát nincs mese. Tehát, hogy az, az, aztán nem? Imádtam. Imádtam minden percét. Hát egy, mai napig nem hiszem el, hogy ebben nekem ebben a kalandban részem volt. Nagyon furcsa volt, először fölhívtak az RTB ből Verebé Marci, aki a kreatív producere volt a műsornak, hogy Pali, mit szólnál, hogyha, ha te lennél egy, egy figura ebben az, abban a... Sajtag, találta ki magát a maszkot jelmez. Ő találta, ők találták, ők, ő találtak egy, egy, egy kiváló televíziós alkotó a Marci. És euh, pont előtte euh, látott engem, a Verebi Ivánnak, ugye a, a fantasztikus színésznek a fia, a Marci. Azt nem tudtam. Képzeld a... el, ő a Verebi Ivánnak a, a fia, és a, a, az é... Isteni karakter színész Isten, volt. Isteni volt, igen. Hajnalig nézett tévét, igen. ha már itt tart. nem tudtad, És nála nagyobb hippo, nem volt. Doktor úrnak hívták a színházban egyébként. Édesem, És mindenkinek bírt tanácsokat osztogatni. Na, neki, a, ön, neki, a, neki a fia Marci, ugye a kreatív producere, a... Aha. az állarszos énekesnek, és az édesanyja pedig a, a Móni, ő pedig ügyelő a József Attila színházban, és engem előtte a Marci megnézett, azt hiszem, a Macskafogó című Aha. darabban, és utána hívott föl, hogy mi lenne, ha én megbeállik és meg az először... akkor az egér juthatott eszébe, nem? Nem tudom, lehetséges. Mert abban van egy Lehet, van egy, van egy egér, ugye. És de ez a kalóz egér, ez egy őrületes figura volt, ugye az ember otthon elképzeli, hogy majd én mi leszek, gondoltam, hogy majd oroszlán, vagy elefánt, vagy ettől ilyen, ilyesmi jut az embernek önmagáról eszébe, hogy majd ilyen kis aranyos Nagy darab Nagy darab, igen, nagy darab, vagy bika, vagy nem tudom. Igen, és akkor kalóz egér fölhívott. Nem nevű kalóz egér, és átküldte a látványterveket, és elájult a olyan sisakot, kardod is Minden volt, tényleg És életem legnehezebb dolga volt. Figyelj, az nem tud elkezdeni. Az... Hát eleve gondolom, maszkba énekelni. Maszkba az... énekelni. El, női új, hangon volt, nő, hogy, női, női, volt, ne, hogy női elváltoztatott, elváltoztatott, hangon. hangon. Igen, Ö... mert ugye nem szabad, hogy felismerjenek. Meg hát ugye énekelte. az, hogy én oda megyek, oda jutok, az egy teljesen titok, olyan titoktartási szerződés kellett aláírni, ahogy minket oda vittek, hogy ne derüljön ki, hogy mi kik vagyunk, ugye a próbára, hogy a, ne, a táncosok, az operatőrök, senki nem tudta, ki, ki van a maszk mögött. Hát már a táncosok előtt is csak maszkban. Igen, jelenheti. volt egy másik ruhánk, egy ilyen, egy ilyen plexi, ilyen színes foncsorozott ilyen, ilyen plexi üveg, amit így vagy egy ilyen maszk, amit föl kellett venni, tehát amikor még nem volt rajtunk a, a jelmez, akkor az, az volt rajtunk, és a próbákon abba kellett. Tehát ott ők se, ők se tudták, hogy mikik vagyunk. És az igaz, hogy volt olyan, hogy mondjuk a konyhafőnök vipről, át kellett <laughs> utána, még tartott a forgatás, de már át kellett húzzál a... Fé, konkrétan a, a, a... kést akkor tettem le a, konyha, az, a vágó deszkára, és rohantam át a másik stúdióba úgy, hogy ki kellett mennem körbe egy nagyon nagy útvonalon, nem is nem szabad elmondanom, ezt sem, mert nem lehet. Egy órán keresztül mentem autóval, vettek át engem, vittek ide, vittek oda, hogy ne derüljön ki. Ugyanabból a tévéből, ugyanabban a, a Annyira volt, mint te ide az ajtó. Tényleg? Hát csak át kellett volna mennem a stúdió. Be. És nem, és nem. Úgyhogy, úgy, érdekes. De nem tudhatták, hogy nem te tudhatták. Senki borgat. nem tudhatta. Senki nem tud. Azt hitték, hogy megyek valami színházi próbára, azért kell elrohannom. Úgyhogy, komoly, komoly volt. Tehát a konyhafőnök a másik. Tehát azt, hogy én azt megnyertem, és abban ott voltam, és, és az egész nekem egy óriási kaland volt. Én, nem, én ahhoz abszolút nem úgy álltam. Én imádom a gasztronómiát, imádok enni, imádok mindent, imádok, ami, ami, inni, utazni, tehát mindent, ami ezzel kapcsolatos, de azt, hogy én hogy ebből győztesként jövök ki, ezt egy percig nem gondoltam volna. És ezt kitaláltak ki, hogy abba te menj. Jó, abba a leve sztárokat hívnak. Tehát évek, az óta a lényege, évek óta a évek óta menjen a sztár főzni. Évek óta a szerkesztők. Miközben ott van egy rakat ember a zsűriben, aki tud főzni. Akik... Sárközi persze, Ákos persze, például Isten. Persze, főz. hát őrületesek. Volt itt is. Őrületesek, Örül, őrületesek. Tehát igazándiból a, a, a Éveken át hívtak engem a, a műsorba, hogy mi lenne, ha jönnék, és valahogy soha nem akartam menni. Nem is mentem. És akkor egyszer csak eljött a pillanat, amikor hívtak, és: menjek, menj, menj csináljuk. És elmentem, és, és és imádtam minden percét. Nem volt egyszerű azért, az is egy kemény menet, ott-ott főzni és végigcsinálni, úgyhogy nem egyszerű. De jó, hát főztettél, Én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, igen. Nekem szerintem ez, hogy meg, Utána hívott engem sok kollégám, hogy őket is hívják, és hogy menjenek, ne menjenek, mi legyen, és mondtam, hogy figyeljetek ide. Én állítom, hogy aki nagyon tud főzni, annak sokkal nehezebb dolga van ott a stúdióban, mert van egy megszokott rendszere. Tehát én tudom, hogy most a csirkét otthon egy órán keresztül izélem. Vágdosom, és nem tudom. Ott erre nincs ott idő. Gyorsan ott kell. gyorsan kell. Tehát, akinek, akinek be van állva egy lassú főzés ritmus, annak sokkal nehezebb szerintem ebben mm. jól teljesíteni, mint annak, aki például, mint én, aki alig főzött otthon. Most a végét megnéztem, amikor megkapod. Nekem kicsit sok volt, bevallom, Ugye ott a táltok pokornilliával, és akkor hú, most melyik költök lesz? Ja, a nyertes, igen, igen, És én attól ideg bajt kapok, amikor direkt húzzák az időt. <kül> és utána aranykonfetti első, mi, húha. Tehát, hogy nekem ez sok csinált. Jó, itt rendben van neked, ebben én értelek téged, de ha belegondolsz, minden egyes műsor, ami tehetségkutató, amiben valaki majd egyszer csak győztes lesz. Hát és... tehetségkutató a... az esetek többségében, tehát a... nem a... való. Szórakoztató show műsor. Szórakoztató show Tehetségkutató, aki mit na, tud na, volt, például... ahol tényleg értékelt a zsűri. Én ezért ahol... imádom Igen. például a a Fesztivált, amit most csinálnak az MTV, a Duna tv mert ott ismert emberek, ismert legereket énekelnek, nem akarjuk megváltani a világot, azokra vagyunk büszkék, akik már megvannak, nem generál, nem hozunk új tehetségeket erre a pici piacra, ahol eleve mindenki elvész. Tehát eleve ez egy borzasztó nehéz dolog, ez a tehetség. De miért utatás. csak a, tehát hogy mondjam, aki mit tud, minden műfajba kereste a tehetségeket. Klasszikus zenébe, ugyanúgy, mint versmondásban vagy bűvészetben. Miért pont a könnyű zenére kell ennyi embert? Igen, keresni, de ez már... Mert az a, az a populáris, az a izé. nem tehetségeket keresnek. Só műsor. Egyet, de akkor mondjuk egy, ezt. Egyetértek veled, de nyilvánvalóan a világ és nagyon sokat változott mondjuk a ki tud korszakok óta, amikor a, a, rezgése a világnak nem azért nem ezen a szinten volt. Tehát egy nézőt le lehetett kötni egy TV csatorna adott műsort, és le lehetett kötni azzal, hogy valaki bejön, és egy produkció eltarthatott akár meddig. És mert... a zsűri nem riheget röhögött, hanem persze, valóban persze, értékel. Persze, persze, de az egy más, azért nyilván egy más világ volt, más néz, mások néznek tévét. Tehát ma. szaktekintélyek értékeltek, nem csili ruhába. Hát rád adtak egy olyan rózsák, színes, agyon mintázott zakot amit azt gondolom, hogy az életet be föl nem vennél, Itt, ha de ha a abban mondod? Nem, most a, a Az állatszos, énekes az állatszos énekes énekes, ja, igen, 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 igen. Életet be föl nem venni. Hát, jó, miért kell? Figyelj, de közben meg valahol a... Ezek a de jó, de az állatos énekes nem is egy tehetségkutató, az egy show műsor, ahol ami arról szól, hogy bejönnek ismert előadók a világon más. De miért is... kell egy olyan zakot fölvenned, ami nem a te ízlésed? Én például Miközben azt az... civilben ülsz ott. De, de, minden műsorban stylingolva vannak a zsűrik, nyilván mindenki elemeltebben öltözik. Most is a Csirek a fesztiválban és más ruhában ülök, mint most, hogy látsz engem. De egyébként fölvenném nagyon szívesen, ha olyan lenne, a, a, csak itt nyilván mi otthonosan beszélgetünk, ha most ez egy nagy stúdióban, egy nagy tévé közönség előtt, lehet, hogy fölveszek én is egy másfajta ruhát, mert azt érzem ott önazonosnak. Egyébként én ezzel nem annyira értek egyet, amit mondasz, mert igazad van, értem, amit mondasz, de alapvetően egy ilyen nagy showban nyilvánvalóan mindenki, minden egy picit föl van turbozva, amivel a a, 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 tartalmi részével egyébként marha egyet értek veled. De, 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 ez a show business valahol. Jó. Na, merre felé tartasz te? Mert azért pont a musical műfaja azért zömébe a fiataloké. Ugye? Tehát a musicalbe, tehát előbb-utóbb ki fogsz kopni a klasszikus a szerepekből, akkor átmész, hú, de főnök úrba. tehát akkor <laughs> már a, 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 az üzletember kerül leginkább előtérbe. Ez tulajdonképpen azért is volt nekem fontos, hogy pont azért, amit mondasz, mert óhatatlan, hogy az egy idő után az ember ez az alkotói vágy, ez valahogy előjön. Hogy mi lenne, ha most én megcsinálnám a saját ízlésem szerint, az új produkciót, amit majd megmutathatok végre nézőknek. Most egyszerűsítsük így le. A másik gondolat pedig az, hogy felkészülve arra, hogy nem mindig szeretnék színpadon állni, ha már nem tudom azt a szintet hozni, amit én magamtól elsősorban elvárok, akkor mit fogok Vagy csinálni? Lehet, hogy tudnád, csak az, az már egy kis szerep. Vagy Mert egy másfajta szerepkör. És, egy szerep. és ez törvényszerű, amit mondasz, ez így van. Ez a belegondolunk, egy sportoló 30 éves kora fölött, most a Féderer 40 velem egy idős, azt hiszem 40 év körül már visszavonul, és egy teljesen új életet kezd nyilván akik annyi tőkét megszereznek a sportkarrierjük alatt, hogy utána az egész életükben, sőt az unokáiknak se lesz bajuk és gondjuk. És hát valljuk be, valószínűleg a lírkirályt nem fogják rádoztani. Hát nem fogják, de nem ha is csak akar. a saját cégedben, nem azt meg. Az, az, de szép. nem az, a, nem az a pénzhozó darab. Igen, igen de nem, meg, meg nem, bennem nincs is ilyen. Tehát én, én az életben, én, én a cégemet nem azért csináltam, hogy magamnak, hogy mondjam, olyan drámai szerepeket akarjak eljátszani, amit a kulka Jánostól láttam, harmadik Rihard való Péter rendezésben. El voltam tőle ájulva az egyik kedvenc alakításom Igen, volt. nemzetiben Nemzetibe volt, volt, imádtam, soha nem felejtem el. A kulka az első öt percben csak jött előre is szembe, akkor ugye a nemzetinek volt ez, a, meg most is van az a fantasztikus technikája, technikája és a harmadik Rihard. Tehát semmi olyan vágy nincs bennem, hogy én majd most megmutatom, hogy én azt is tudom. Én megpróbálok azért magamnak tükrött tartani abban, hogy én miben vagyok. Mire vagyok alkalmas, és mire nem? Nem biztos, hogy mindig sikerül, de ettől még megpróbálom. Tehát tulajdonképpen az irodám az azért jött létre, hogy a szakmának a legjobbjait, akiket én a legjobbaknak tartok, összehozzam, és velük állítsunk színpadra egy-egy darabot. Az István a Király koncertváltozata, most a 40 éves jubileumi koncertturnét én csinálom, és mi szervezzük a cégemmel, az irodával. A csók király, ami a Hungária dalokról szól, és egy só nem akar más lenni, nem akar drámai erővel bírni, egy só, mert ennek is van piaci ö, jogosultsága, van helye a magyar kultúrában. Tehát mindegyik arról arra hivatott, például az István is, meg a csók király is, hogy a magyar zenére, a magyar sztárokra, a magyar kiválóságokra épít föl egy, egy prémium minőségű sót. Úgyhogy én a, a, az irodát ezért hoztam létre, és azért is, mert van bennem egy vágy, hogy Egyrészt nem biztos, hogy mindig színpadon szeretnék állni, attól, mert egyébként egy kisebb szerepet játszanék egy-egy musicalben, mondjuk nem én lennék már a, 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 a nyomorultakban a zsámvázsán, hanem a, mint a, én lennék a püspök azzal nekem soha nem lesz bajom, mert ez az élet rendje. Tehát bennem, én nekem megvolt a zsámvázsán, nekem megvolt a Javer. Tehát én, én, nagyon boldog leszek, hogyha engem egyszer fölkérnek, húsz év múlva, hogy legyek a nem tudom, a nyomorultakba püspök. Lehet, hogy majd az egyik könycseppem kicsordul az öltözőben, hogy úristen, mennyi emlék fűz engem a a, a zsámvázsán szerephez, mint hogy most is megteszem ezt, mert Kecskeméten egy olyan előadást csináltunk a Korcsmáros Gyuri rendezésébe, 2010-ben, amit büszkén... Nem rég halt meg nem sajnos. Rég halt meg, sajnos, igen, igen. És büszkén, büszkén, büszkén teszek a legmagasabb polcra, mert Kenta úr díszletben, az ő rendezésében, élőzenekarban a csekepéter akkor lett igazgató kecskemét. Egy olyan előadást csináltunk, hogy bárhol a világon megállná a helyét. De ha 20 év múlva fölkérnek egy kisebb szerepre, boldogan meg fogom csinálni. De van egy elvárásom, az a saját életkörülményem az életemmel kapcsolatban. Egyrészt szeretnék alkotni olyan produkciókat, amik maradadnóak, amik, amik nagy formátumúak, profik, amire a nézők özönlenek a színházba. Tehát ebben a mai világban ráadásul, ez nagyon nehéz, mert teljesen átalakult a rendszer itt körülöttünk, kezdve a világ helyzettől. Tehát itt azért az, hogy néző bejön a színházba, az nem olyan magától értetődő, mint, mint, mint három-négy évvel a Covid előtti. Már az, hogy be van fűtve a nézőtéren. Már az, hogy be van fűtve lehet, a hogy azért nem megy be, hajlamom van rá, mert De, megfázom. Neked teljesen messe. igazad van, én nekem most volt nemrég egy, egy élményem, amikor én konkrétan fáztam, és, és azt mondtam, hogy én, én biztos nem fogok a következő időszakban ide jönni, mert, nem akarok megfázni. És ez többször volt most már ilyen élményem, ez nehéz ügy, de nekünk, színházi embereknek, alkotóknak, akiknek ez a hivatása, az a dolgunk, hogy megpróbáljunk mindent megtenni azért, hogy a, a nézők magas minőségű előadásokat lássanak. Én nyilván nem a lírkirályt fogom színpadra is nem is érdekel, csinálja az, akinek ez tehetsége van, aki ebben jó. Én ehhez nem is értek, nem is akarok érteni. Tehát ha most hogy mondjam, nem, nem vágyam oda írni a, a szerepeim után a végére, hogy Feke Pál, Richard. Harmadik rát Shakespeare, mert, mert nem, mert én nem ez vagyok. Tehát, én viszont nagyra nyílt szemekkel néztem a kulka Jánost, amikor bejött Rihártként, és elájulok a tehetségétől. Hát akkor köszönöm szépen, hogy jöttél. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm szépen, hogy ha néztek minket, Feke volt a boltnak a Viszont Viszontlátásra.